אנחנו קוראים בספר פסח את המאמר מהו שנר חנוכה. Jó reggelt mindenkinek! Rabas szociálisírásról olvasunk. Mit jelent a Hanukka gyertyának a bal oldalon való elhelyezése a munkában? Mondják az oldalszámot és a bekezdést, onnét folytatjuk. Kérdések lehet feltenni a Kap TV-n keresztül. ידוע בעניין עבודה לומדים שאדם אחד כולל כל העולם כולו. A munkában mi megtanuljuk, hogy az ember az egész világot magába foglalja. Ez azt jelenti, hogy Izrael és a 70 nemzet az egy ember. Más szavakkal, az ember az összes gonosz tulajdonságot tartalmazza, ami a 70 nemzetben, nemzetben létezik. És ismert, hogy a 70 nemzet a kedves a hét tulajdonságának ellentéteként jelent ki, hogy ez mondva van, az Úr az egyiket a másik ellenben teremtette, és ez a teljes 10 minőséget is tartalmazza. Ez a jelentése a 70 nemzetnek. Azaz, hogy amikor a 70 nemzet uralkodik Izrael fölött az emberben, akkor úgy tudjuk, hogy Izrael nemzete számvezetésben van. Az idegen nemzetek felhatóság alatt. Ez azt jelenti, hogy a vágyak irányítják Izraelt benne. És izraelészek képtelen a teremtő érdekében dolgozni, csak a saját érdekében. És ez teljesen lehetetlen, hogy megértsük ezt értelemmel, hogyan lehet bármikor is lehetséges, hogy kitörjön az idegen nemzetek alól. Idegen nemzetek uralma alól. Ez azért van, mert az ember megpróbál a felhatóság kitörni, és ez jelentéktelen ezekkel a fezelmeket. Pont ellenkezőleg, minden egyes alkalommal látja, hogy ez lehetetlen, hogy kijön a számvezetésből. És ezért kell mindig megemlékeznünk az egyiptomi kivonulása, ahogy az írva van, neked mindig meg kell emlékezned a napra, amikor kiosztalak titeket Egyiptomból. Ez azt jelenti, hinnünk kell, hogy az írva van, én a te isteneteket kiosztalak titeket Egyiptom földjéről, és a ti istenetek leszek. Ez azt jelenti, hogy csak a teremtő képes kihozni a személyben lévő Izraelt Egyiptom felhatóság alól, és megjutalmazni azzal, hogy én a ti istenetek leszek. És ugyancsak ő képes kihozni a 70 nemzet uralmáról, és ő képes megjutalmazni azzal, hogy én a ti istenetek leszek. És az ember nem mondja azt, hogy sokkal rosszabb, mint azok az emberek, akik Egyiptomban voltak. Vagy a teremtő nek csak arra volt meg az ereje, hogy ezeket az embereket hozza ki Egyiptomból. De az ember látja a saját alacsonyságát, és kétségbe csak azt mondja, hogy ő a legrosszabb, rosszabb, mint azok, akik Egyiptomban vannak. És itt hinnünk kell Ari szavaiban, aki azt mondta, hogy Izrael nemzete az Exodus előtt már készen volt a tisztátlanság 49 kapujánál, és amiket teremtő meg nem jelent, és meg nem váltotta őket. Ebből az következik, hogyha még az ember látja is, hogy ő a legalacsonyabb, neki nem szabad megszöknie ettől a kampánytól, és hinnie kell, hogy egy teremtő képes kihozni őket a számvezetésből, azaz a világ nemzetei közül. Ezért láthatjuk, hogy a teljes alapja az teljesen a hitben gyökerezik, mert csak a hit által lehetséges kijönni a számvezetésből. Nem kell ezt az értelmünkkel elképzelni, mivel a személy csak ennek megfelelően ítél. De az embernek az intellektuálisával látja az ő valós állapotát, és képesé teszi őt, hogy ez értelem fölé emelkedjen. Más szavakkal az ember
képtelen az értelem fölé kerülni a teremtő segítsége nélkül. De hogyha látja, hogy ő képtelen erre, nem képes előre haladni az ő értelmében, akkor szüksége lesz a teremtő segítségére. És a főpont itt, ami elvárt az embertől, hogy elérje az ő teljességét, amire képes. Ez azt jelenti, hogy meg legyen jutalmazva a Narayanhyde nesemával. És ekkor lesz szüksége a teremtőre. Ahogy ezt a bölcsénk mondták erről, ember, aki eljön, hogy megtisztül, segítséget kap. És a Zohár azt mondja erről, hogyan lesz megsegítve? A Szent Lélekkel. Amikor megszületik, akkor egy tiszta bestia lelkét kapja meg, és amikor megjutalmazzák, akkor ő megkapja a ruhák szintjét. Ez egy hatalmas dolog, amikor az embernek szüksége van a teremtő segítségére. Mivel az ember megváltása, amikor egy nagyobb erőket kap földről. És minden egyes alkalom, amikor megkapja ezeket az új erőket, összeállt egy új lelket, végül ő megkapja a teljes Narayanhyde-t, ami a lelkének a gyökeréhez tartozik. És ebből az következik, hogy a csoda az valami olyan, amit az ember képtelen megvizsgálni. És ezért lehetetlen, hogy az ember megvizsgálja ezt, ha csak betartsa, hogy elérje ezt, ha csak nem kap egy csodát föntről. Csak ezen az úton, ezen a módon, amit úgy hívunk, hogy egy csoda. És ebből azokból az ember elérkezik egy állapothoz, amikor felismeri a magában található gonoszt. És így látja, hogy képtelen kijönni a magában található nemzetek fennhatóság alól, mert Izraelben számvezetésben van, és látja, hogy nincs módja, hogy a saját erejéből megtegye ezt lépést. És amikor a Teremtő segít neki, és kihozza őket, kihozza őt a világ nemzete uralma alól, akkor ez megfordul, és Izrael fog uralkodni benne. És ezt hívjuk úgy, hogy egy csoda. És ezzel kapcsolatban eddig Egyiptomban volt, de a Teremtő kihozta őt onnan. Ez azt jelenti, hogy a Teremtő hozta ki őt az egyiptomi fennhatóság alól. Az embernek hinnie kell, hogy ez a csoda történt az Egyiptom való kivonuláskor is, és minden egyes ember, aki a Teremtő útján jár, neki hinnie kell, hogy a Teremtő képes lesz őt kihozni az egyiptomi fennhatóság alól. És ez valóban egy csoda, hogy az ember az önszeretet alatt létezik, és csak azokat törődik utána már, ami a Teremtőnek okoz örömet. És amikor az ember elérkezik ide, akkor ott úgy tartjuk, hogy ez az ember elérte a lismát, a Teremtő nevéért való munkát. Ez azt jelenti, hogy ő készen áll, hogy meg legyen jutalmazva a Teremtőbe való hitel, és megvan az ereje munkára, hogy a Teremtő érdekében dolgozzon. És ezt hívjuk lismának. Ezt igaznak is hívjuk, mert amikor az ember elmerül a Teremtő adakozásának az útjában, ami azt jelenti, hogy minden, amit tesz, az csak a Teremtő érdekében teszi. És ezért ő hesszedet, kegyelmet akar tenni a Teremtőnek. Az azt jelenti, hogy megelégedettséget okoz a Teremtőnek. Kérdések. A kabala bölcselete. Ez egy racionális mód. Mit jelent az ész? Mit jelent a racionális? Kérdezi visszarab. De milyen értelmi szerint szerintem? Hát ez, amit én kérdezek, hogy hitre alapul az értelem feletti hit, amiről beszélünk. De akkor ez egy tudományra? Ez egy tudomány, mondja. Egy világos, precíz vizsgálat. Az értelem feletti hitnek hívjuk, mint hogy az értelem ellen menne. Beszélünk a hitről.
hit az értelme, hit az értelme fölött, ami hit az értelme fölött. Ezek mind kifejezések és definíciók. Ezek... Ha ezek a definíciók hallanak. Hangzanak. Ezek tudományos definíciók? Természetesen. Miért nevezzük ők, miért így határozok meg őket? Ez egy fajta pszichológia. Ez a pszichológián felül lévő dolog, ami az ember belsőt vizsgálja a vágyai alapján. És az ember rendelkezik egy elmével, és amivel képes megvizsgálni ezeket a vágyakat. És nem az ő hétköznapi vágyaiban érzi ezt, vagy vizsgálja meg, ami a megszerzésen alapul, hanem ezt egy másik rendszer alapján konstruálja meg. Egy olyan rendszer fölött, ami benne létezik. Az adakozás rendszerében. És ezért különböző definíciók vannak itt, nevek, ami lehet, hogy zavaró a számunkra, mert mi valóban azonnal megpróbáljuk az összes definíciót a mi állapotunkhoz igazítani. Ilyen egyfajta materialista pszichológia alapján. De mi a spirituális, látunk, hogy a spirituális pszichológia területére lépünk, ahol az adakozás érdekében kell dolgoznunk, és élveznünk ezt az adakozást a megszerzés helyett, és ezért el kell magyarázni, hogy mi ez pontosan. Tehát ezek a definíciók így bukkannak fel a számunkra, mint egy különböző, egy eltérő pszichológia, egy spirituális pszichológia. Tehát úgy tűnik, mintha ezek nem tudományos, nem logikus definíciók lennek, és ez valóban így tűnik. Mert ezek spirituális fokozatok. Egy új értelemnek, új érzéseknek megfelelően, új vágyaknak megfelelően lett kialakítva. Új megkülönböztetések által. És megérthetjük ezáltal, hogy miről beszélünk. Mert így képesek vagyunk összekapcsolódni. Egy... Tehát megvan a matematikus pszichológia és spirituális pszichológia. Össze kell kapcsolnunk a gyökereket és az ágakat. És mi mind arról beszélünk, hogy mi történik az emberen belülre. És meg hogyha különböző szavakat használunk, és definíciókat, tulajdonságokat, és úgy gondoljuk, hogy ezt a világunkból veszük ezt a példát, tudnunk kell, hogy ez csak a mi pszichológiákon belül, a mi belső érzékelésekünk belül vannak. Nincs világ. Csak speciális formák, amiket ezen a módon érzünk, ezen a módon tudunk megragadni, a mi tulajdonságunk által. Tehát én azt mondtam, hogy hallok valamit, érzek egy illatot, akkor ezek mind a fény és az edényeken keresztül kell megvizsgálnom. Tehát ne essünk itt hibába. A fény és az egyen spirituálisban ugyanazok a dolgok. A vágyak, a vágy spirituálisban és a korporatásban az ugyanaz. A különbség az a megszerzés. Tehát a kabbalisták a mesék és az egyik törvények nyelve helyett a kabbala bölcsetét választották, a kabbala bölcsetek a nyelvezetét, mert ezt találták a leghatásosabbnak, hogy ne essük hibába, amikor különböző fizikát hát nem világos, hogy mi az az értelem feletti hit, mi az, mit jelent, hogy értelem fölött, és általánosságban akarok valamit, vagy nem akarok,
קשיות, מסך. A kabbalisták megadták nekünk ezeket a számokat, a különböző definíciókat, különböző szinteket, elnevezéseket, masszák, nara, és ez a nyelv megvédi az embert, hogy összezavarodjon. És még pontosabb módot adnak, hogy átadjuk egymásnak a bölcsletet. A spiritetásban képtelenek vagyok lenni egy formát, bár ott tudnánk a leghatásosabb módon, mert a világ ez egy, a korporális világ csak egy elképzelt világ, de itt látjuk a különböző formákat. A négy szintet, ásványi növényi állati beszélő szinteket, különböző létezőket. Tudom, itt nem értek, hogy... Próbálj meg belegondolni, hogy tudod leírni mindent, hogy tanulsz ezen a módon. A kabbala különböző definícióját, a szavakkal, amiket tanulunk. De csak ez, hogyan képes az ember elérni a teremtés mélységét, a természet mélységét, milyen erőfeszítésekkel, és hogy lép bele az ember ezekbe az érzésekbe. A természet hogy tárul fel előtte? Hát próbálj meg ezen a módon gondolkodni, ez egy teljesen természetes mód. Bármiféle, tehát általánosságban bármiféle kabbalista forrás nélkül próbálj meg belegondolni ebbe, és meglátod, hogy hogyan leszel képes leírni ezt, kifejezni. Ezen világ egyszerű szavaival, ezek ilyen pszichológiai kifejezésekkel. Hogyan fejleszti magát a személy, hogy kinyissa a spiritualitás kapuit. Mert ebben a világban csak ez az érzékelés van, és valami olyat fogunk föl, ami nem is létezünk rajtunk kívül. De a spirituális világban és a saját érzékeléseknek megfelelően tudod felfogni. Ez az, amiről beszélünk, hogy hogy tudod kiterjeszteni a valóságérzékelésed. És hol vagyunk most, hova juthatunk? Az a különböző cselekedetek, és amiket elmagyaráz itt. Ezért szeretnék még egy mondatot szólni. Tehát itt vagyok én, és ezért beszélne a Tóra csak egyetlen emberről, aki az egész világot magában foglalja. Végül valami irracionális dolog derül ki számukra, hogy különböző cselekedetek vannak, különböző állapotok, minden számomra tűnik így, és minden egyes alkalommal a felső erő segít nekem, és végül csak képes megtenni ezeket a változásokat benne. Ez valami olyasmi, ami nem tűnik, nem értek. Tehát én mondtam neked, magyarok, hogy elkezdett felfedezni, hogy érdemes a felső erőhöz fordulnod, és elkezd létezni benned egy nagyon speciális módon. És így megszabadulsz az idegen istenek uralmáról. Mert ez az erő nem valami idegen isten lesz a számodra, hanem egy új megkülönböztetés épül ki benned, amikor hozzáfordulsz, és megjelenik előtted ezen a módon. Egy belső megkülönböztetéseinek megfelelően. Ezek az erők megváltoztatják benne a te anyagodat, a viselkedésed. Hívod a teremtőnek, Elohimnak, felső erőnek, ezek benned létező megkülönböztetések. A teremtő nincs, nem létezik a teremtett lényeken kívül. Te mondtad, hogy van valami acmutója, az ő felső gyökere,
De mi erről a szféráról beszélünk, amit én képes vagyok érezni. És csak ebben létezek, és csak ebben létezik a felső erő. Az összes erő, amik megváltoztatnak engem. Ez a különbség az összes erő és e között bennem. De ezek csak bennem léteznek, nem valahol máshol rajtam kívül. Az én felső szintemben ő létezik. És az összes megkülönböztetés, a gondolatok, és fel akarom emelni, fel akarok emelkedni az ő felső szintjére. Kérdés. Annak megfelelően, amire mondott, a világ bennem. És összességében. De miért 70? Ők kontrollálnak engem, de miért 70 vannak? 70 ez a párcuf Zerampinnak a száma, akik uralkodnak a szíven, a szíven található ponton, és hogyha én korrigálom magam ezeknek a dolgoknak megfelelően, akkor megváltozik az, ami addig úgy tűnik, mintha külső világ lenne, de amikor korrigálom magam, akkor felfedezem, hogy nincs külső világ. A valóság érzékenysem szép lassan kitisztul és stabilizálódik bennem. Ez a korrekció bennem kell történni, és csak akkor tudom, hogy nincs külső forrás. Hát nem tudod, a teljes kabala bölcsőt elmondja, hogy nincs külső világ. Elkezded felfedezni, hogy csak te létezel, és neked saját magadat kell korrigálnod. Mert nincs más, amit korrigálnod kell. És ha még nem érzed ezt, nem érzed ezt a tökéletességet, megérzed majd a korrekció végét. A korrekció az érzékesben történik. Elérkezik a jön állapothoz, amikor érzékeled a te vízióidat, a te valóságérzékelődésed, a te saját autonodat, és először egy olyan helyre, ahol már az elszofot fogod érezni. És látod, hogy mindig ott volt, te benne voltál. És egyfajta köd telepedett az érzékelésedre, ami miatt ezt nem vett eddig észre. Embernek azt kell mondani, hogy ő a legrosszabb az egyiptomi emberek közül. Tehát ez egy milyen nyelvezet az, amit használ? Neked úgy kell ezeket okat megközelíteni, hogy ez a belső munkádra vonatkozik, és pontosan ez pont ezzel, hogy nem tudod ezt így megközelíteni, csak nagyon nehezen, ez a te munkád, ezzel korrigáld magad. Hozd ezeket a szövegeket a különböző nyelveken, erőfeszítést kell tenned, hogy az igazság nyelvét értsd meg ezekben a szövegekben. Mert ez segít neked korrigálni magad. Mivel a négy nyelv, ez a megszerzés vagy négy szakaszát képviselik. És ezeket így kell korrigálni minden egyes alkalommal. Tehát ez egy belső munka. Tehát Egyiptomban a munka az a megszerzés vagy korrekció, igen. És nem mondhatjuk, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, ahogy ezt itt írja. Tehát akkor ezek, hogy én rosszabb vagyok, az azt jelenti, hogy én nagyobb vágyam van. Én nem tudom, mennyire. Én nem akarom az én érzetelmesen ráterültetni. Ez
Én minden is alkalommal, akkor kicsit jobban és jobban kinyitjuk ezt, jobban összezavar minket, különböző kérdések vannak. Azoknak a állapotoknak megfelelően, amik tiltottak, vagy amik elérhetők számukra. Egyiptomban elér egy kárspítődése van, az attól függ, hogy kinek. Egyiptom az egyiptomiaknak nagyon is jó volt. Egyiptom, aki a zsidóknak, akik az egységet akartak, ez jó és rossz is lehetett, attól függően, hogy milyen fejlődés állapotban voltak, milyen fejlődési szinten. Egyiptom Mózesnek, Áronnak, attól függ, hogy milyen megkülönböztetésről beszél. Mi ez az Egyiptom? Minden lett jó vagy rossz. Itt, ahogy arról ma beszéltünk, arra a tényről, hogy visszautasításról, a felső visszautasítása. Tehát még a hulladék a felső számára, az lehet táplálék az alsó számára. Tehát ez mind a szintektől függ. Hogyha mi fejlődünk a spirituális szinteken fölön, akkor ezek itt árulnak föl. Mert ez mind relatív. Tehát csak te érzed, hogy semmi nem állandó. Hogy mi az igazság, itt nincs igazság, ezek átmeneti dolgok. Ez az, attól függ, hogy milyen állapotról beszélsz. Hogy írja, hogy nincs abszolút dolog a világban? Nincs bizonyosság. Valahol írja ezt. Az Balaszulám írja testvérekben. Nagyon sok cikkben leírtam, a bölcsőn, hogy a bölcsőn a teoretikai alapjai hova nyúlnak, mert az ember mindig tele van kérdésekkel, kétségekkel, és az emberi elme megpróbálja meghatározni, és ő egyre keményebben és keményebben dolgozik, egy konklúziókat tesz konklúziók után, és abban megpróbálja az egész életeit ezzel tölteni el, és amivel tegnap még bizonyos volt, az már bizonytalan válik. És ami ma bizonyos, abban holnap kétségben kételkedni fog. És ezért nem tehetünk biztos kijelentéseket. Az emberek megértik ezt, akkor boldog akkor. Akik ezzel elégedettek, képességekben megállni, azoknak egy állati lelkük van, aki képtel fejlődni. De még egyszer, föl kell készítenünk magunkat ezeknek a különböztetéseknek a megszerzésére. Minden meg lett adva, minden a kétség alapján, a definíciók alapján, ezzel a módon működnek, vagy egy másikon. Ez mind attól az állapotban függ, amiben vagyunk. Mert az abszolút tudás csak a korrekció végén szerezhetjük meg, az abszolút bizonyosságot. Tehát megépítek egyfajta összességet, egyfajta összeget, és úgy tűnik nekem, hogy nincsenek ilyen matematikai formulák, ahol ezek a szintek összeadódnak, és ez korrekció végén hoznak el egy abszolút bizonyosságot. De ezt majd együtt feltárjuk. Tehát hogy vagyunk képesek kijönni Egyiptomból? Miután a fáraó megadta neked összes csapásokat, az összes 49 tisztetlenségi kaput.
és megszentség is ezek a pontokat, és nem marad már semmi, amit megszerezhetnél tőle. Tehát ő megad neked mindent, de neked te elhagyod. Tehát akkor ezek a csapások nem azt segítik, hogy Egyiptomba folytassuk? Tehát ezt hívjuk csapásnak, mondja Rav. Tehát amikor ő megad neked egy, megadja az erőt, hogy Egyiptomba dolgoz, megadja neked a különböző jutalmakat, ezt tartjuk csapásnak. Tehát hol olvastunk erről, de hol tanultuk ezt, hogy ez a csapás, az a tény, hogy a fáraó fizetséget ad neked a munkáért. Fizetséget ad a megszerzési munkáért. Mert ezzel tartja Izraelt Egyiptomban. Tehát nagyon sok forráson mentünk keresztül az elmúlt héten, és ezt többször olvastuk is. Tehát a gyere fáraóhoz kettes részében. Tehát van Izrael népe. Hogy lehet megtartani őket Egyiptomban, hogy egy nagyszerű fizetséget adunk nekik? Én adakozni akarok. Oké. Okay. Mennyire tudok adakozni? 200 kilóval. És ez növeli a megszerzési vágyat. És honnét? Tehát spiritus Egyiptomban jön, mivel itt kell dolgoznunk. Igen, és? Tehát honnan lesz meg a vágyunk a spiritualitásra? Tehát a fáraó fizet neked a megszerzési vágyét. De a végén el akarod őt hagyni? Nem érted, ugye? De egy pillanat, hogy tudom elmagyarázni ezt neked. Azért, hogy belépjünk a tiszteletesek második kapujába, ezelőtt, a szentség második kapujába kell belépnünk. Érted ezt? És ezután nem rájössz, nincs egy belső erőd, hogy túlkerülj ezen. Azaz, van egyfajta hiány, érzed ez ennek az elnök a hiány, és ez hogy működik, ez az a feltétel, hogy Izraelhez tartoz Egyiptomban. Tehát ez egy ember nincs Jakobka, nincs Jakobka Egyiptomban, csak a tízes van. És így kell megszervezni ezek a dolgokat. Ez van a tisztelentlenség oldala, és meg kell építened ezt a szentség oldalán is, ami a csoport, ahova be kell fektetned mindent. Tehát ez építi meg a rendszert. Megvan ez két rendszert, a tiszteletlenség 49 kapuja, és a 49 szentségi kapu. És ezeket tudsz dolgozni. Tehát ez, hol közelíted meg ezt az első 7 évben, a hiány 7 évében? Először belépsz a bőség 7 évébe, amikor minden nagyon elégedett van, megadod a megelégedettséget a fáraónak, ő örömet ad neked, és ezen keresztül tudod megfizetni. És a pont, ahol amikor nem érzek többé örömet, akkor hogy fejlődök? Mit jelent az, hogy... Tehát, hogy a megszerzési vágyamban nem érzem. Nem, a megszerzési vágy mindig hozzáadja ezeket az érzéseket. Tehát, hogy érted a 7 év éhénység 7 évében? Éhénység 7 évében? Hol?
בתוך רצון הול לקבל. ונק הול ונק איזה כבר שיקול תעשוקת פרו נותן לרצון לקבל את כל המילוי. הוא לא נותן לעם ישראל פארו מילוי, מגדיה זה עושה שקיטול תשתה מקסד שוויידנק ובזה הוא מחזיק אותם במצרים. Nem, mert Izrael nemzetének egyáltalán nem adott meg az adakozás szándéka. De megszerzési vágy, én nem akarok húsos fazekakat, én csak el akarok hagyni. De ő még többet ad neked. Hát nézd meg, hogy milyen illatok vannak, milyen íze lehet. Zeo, no. כך הוא מגדיל לך את הרצון, זה מה שהוא הבטיח לאברהם, כן? ez az, ahogy növekszik a vágyad, ez ahogy ezt megígért Ábrahámnak. נכון. De akkor milyen kelimekre van szükség, milyen adényekre? Ezen a helyen, tehát megkapod a kitöltést, és akkor a megszerzés. Megszerzés szándékában, hogy az adakozásért, és ez a különbség a 49 szentség és a 49 tisztátlanosági papu között. Tehát hol van ez egy adódás, akkor milyen edényekben? De milyen nem tett a 49 kapu, amikor az ember eléri a hatalmas vágyat a megszerzés, és hatalmas vágyat, hatalmas szándékot az adakozásra. Nem tudsz, hogy ez lehet, ezt a megszerzési vágyat. Csak egyetlen dolgot kell, hogy ez én megszerzési vágyat nem működik. Így kell levonod Egyiptomról, és így kezdesz el növekedni. Tehát nincs, de semmi nem tűnik el. Fáró megkülönböztetésébe vagy képes belépni az ő vizsgálataiba. És mindegy, hogy hívod ezt, de így kezded el ezt korrigálni. Amikor kijövünk Egyiptomból, mit tartottunk meg a kezeinkben? Csak egyetlen pontot, mondja Rav, hogy lekapcs, leváljunk a megszerzési vágyról. אין עדיין כוונה. אין עדיין כוונה על מנת להשפיע. הוא רוצה להיות דבוק על מנת להשפיע. ליץ' סנדי קונק עוזר הקודש שם. עסקה קפצ'ולנוק, עסקה טפלנוק איזה פונטן, עוד יעד הקודש שם. יתו את השפעלתי את על... עוד שבלו בם. עסקה פצ'ולת זה ערבות פונטיה בם. ולו בן. הוא צריך עכשיו ערבות. Akkor elérkezhetsz a Bina szintjére. Ha belépsz a Binába, akkor szükségem az árvútra. Elérde 49 kaput, hogy leválasszod Egyiptomról. Akkor belépsz az árvútba, megépíted ezt. Annak megfelelően, hogy megépíted a Binának a szintjét, és ezt adjuk úgy, hogy... hogy ja, kilépünk a 7 év, a Siót a 2 évébe. Tehát akkor ezek a tisztetlenségi tisztetlenség kapuja is nem érheted el a második kapuját a Tumának, az tisztetlenség, mielőtt nem érheted el a Kedusa első kapuját. Ez így megy minden egyes alkalmat. Ez nem szerintem vagy minden egyes alkalmat. Egyre nagyobb és nagyobb vágyakat érünk el, mit jelent az, hogy nagyobb? Tehát van mondjuk 20 kapu a kedvesában, a szentségben, ezt elértük, és akkor elérjük a Tuma, a tisztetlenség 21. kapuját. Tehát vannak a szentség kapui, a szentség kapui. Tehát ez ugyanaz a kérdés, mondja Rav. לומדים ככה קצת לפעמים אנחנו מזכירים על עניין של מה? קיפטם גם הלות צוות מתתנלו קרו זה צ'וק הרפורמה לא פייני קיפה שאלו נתגע אותה במאור המחזיר למותיו אגיפטום על פוקוס אותו שעד הרפורמה לא פייני דולגו זה קרו הייתו הקופצ'ה תוגון קרסול
Attól pillanattól kezdve, mikor össze akarunk kapcsolni, elérkezünk Józsefhez az akaratunk ellenébe, akkor fokozatosan, tehát össze akarunk kapcsolni? Nem. De fokozatosan, mivel nincs más választásunk, látjuk, hogy minden ellenük fordul, eljön a barátok közé, elfogadja a feltételeket, és tényleg érzed ezt, és érzed, hogyha érzed, hogy spitásban nyerhetsz valamit, az összekapcsolatások, ez egy klipa. De ez erőt ad neked, hogy folytasd. Orosz kérdés. De bizonyosan ez nem tiszta számomra, hogy hogyan élhetünk az imalapotába. Mivel nincs választásod, ezért imádkozz. בהבחנה הזאת של המצבים, אמרת מקודם שאנחנו בונים את עצמנו בשבע שנות צובה. זה גזר הפותק הקומק כמו בסדה ש... נית מגי פיצ'וק מגונקת. מה זה שנות צובה? היית בלשיק בן. hogy aki majdképpen azzal sítani, hol van ez a bőség. Ez egy jó kérdés, nagyszerű kérdés a workshopra. A hét jó év, és a hét év hiány. Te a hét év bőségben a csoportban dolgozom, azért, hogy adakozzak. De én érzem ezt. Érzem, hogy ez örömet ad a megszerzési vágyamnak. Én élvezem ezt az én egoista edényeimben. És még a 7 év éhénység alatt is az Egyiptomban dolgozom a megszerzési vágyban. Ezek a dolgok, amikor a fáró csapásokat ad. Ezek a megkap. Tehát én úgy határozom meg ezt, mint egy csapást. Tehát a kérdés, hogy... Hogy szerzem meg ezeket a csapásokat? Tehát a fáró az ego, mondja Rav. Az ego szenved a csapásoktól. Tehát az utolsó 10 csapás, ami megtöri. Előtte nem tudunk mit csinálni. A leválás a fáraóról. Tehát előtte nem tudjuk legyőzni. És a 10 csapás közül is a legutolsó töri meg, és győzi le. Mert érzi, hogy nincs jövője a megszerzési vágynak semmilyen módon. Ugye az első születek csapás. És akkor nyilvánvalóvá válik az ember számára, hogy semmit nem tud tenni, és ki kell kerülni ebből az állapotból. Ez a legegyszerűbb módja, hogy ez elmagyarázza ezt a csapást. Tehát... A megszerzési vágyam csapásokat kap, megszerz csapásokat. Tehát meg kell közelíteni ezzel mondani, ez egy pszichológiai érzékelés. Tehát ne felejtsd, hogy válaszolom, ahogy viszonyultam a teljesen pszichológiához. És ezek mind a csoportban történnek, a tízesben? Ezek mind a kapcsolatoknak? Ezek kívül csak egy elképzelt világ van, amit a teremtő adott neked. Tehát mi az, amiről mondunk, hogy a teremtő adott téged a csoportban, és mint hogy ragadt meg őket? Az egész világ rajtunk kívül nem létezik. De van egy bizonyos fajta csoport itt, és ő azt mondja, hogy össze kell velük kapcsolni. És veszem ezt a speciális, ezt a különleges töröldést a ti kapcsolatotokban folyamatosan
folyamatos kapcsolatban vagytok, leválasztottak egymástól, megint beléptek a kapcsolatba, különböző állapotok jönnek elétek, és ezzel építettek meg ezt a felső rendszert. Ezekkel a vágyakkal építettek meg a tízes és a felső rendszert. Nincs más ember. A Teremtő ezt rajta a keresztül valósítja meg. 9 eredeti szfira, és te, mint a Malkut. Niv? Nem. Ez most az én időm. פשוט אמרת על העניין הזה של להתחבר למערכת הזו, ואני רוצה לספר על חוויה שאתמול חברו עשרות חברים מכל הארץ. אתם פסטים קופצ'ט פונטיארול. פה במשך היום, ושמחתי לשמוע שזה הולך לקרות כל הפעמים. בצהריים תהיה גם סעודה, ואחר כך יהיה פעולת חיבור בצורת קילופים. חשבתי עם חברים שהם אמרו אור בעיניים, Kaja, egy újabb kapcsolati esemény. Tényleg láttam az embereket, és a világklét, ahogy ülnek a leckén, ég a tűz a szemükben, és egy hatalmas örömöt éreztünk a levegőben. És az egész ki volt töltve ezzel az örömmel. ואז יש גם שיעור איתך בשעה 5 עד 7 ואז שוב פעם סעודה. זאת אומרת, יש היום ממש מיני כנס. לסי לצקינג אוטל הייטיג, יש אותה מגינת אג'י. זהו, עוד מעט כבר נגמר הפסח, אז אני אנצל כל הזדמנות כזו לחיבור. זה עוד מגנס אליי את השגר. אני רוצה לעשות כילוף יחד עם הסדנה. והשיריות, אה? אני לא יודע, זה איך לא ילך. ננסה. אנחנו הרבה... איפה שופות תשתרת את תיזשקבן? כן. מקפרופיוק. מקפרטיוק. רב, אנחנו רוצים להרים לחיים מיוחד לעשרות חברים שיוצאים כל... יש מצל של לחיים, עוד סרטים מודוני. מראה תוקרק איך מין דייד יש נאו. תריסטנק. בבזתו לצקי תרטנק. שיוצאים להפקה. זה מושתי שתרטון כעדיית. להשפיע בכל מצב. אז לחיים מיוחד לחברים. ישמרבן, אירזוק. Ahogy kijövünk Egyiptomból az adakozásban, és lehány nekik. יש עוד שאלה חשובה של משה מלוס אנג'לס, הוא שואל ככה. עכשיו לפני הכנס הבינלאומי בניו-יורק, יש משה מלוס אנג'לס בול. חברים, גם ותיקים, גם חדשים. זה איזה קונגרס שקייסו לניו-ג'רזי בהם. איך אפשר לעזור להם לא לפספס את זה? יש עוד וטרן, יש הוא איתנו לשייס פאט. מה אנחנו יכולים לעשות? רק להתפלל עבורה. עוד יום היו כיפשק. באיזה מילים אם אפשר להתקשר? אין לו זניוקת. אם את קוזום קרטוק? העניין הוא שלגיע לפעמים... היוו קט. עושים לי חשבון שלגיע לכנס... רק פונטו של דולוג. זה עולה יותר זול מה שלגיע לכנס מארצות הברית. שוקסור. עוד שכיסם היו. אקור היה יבין גזרה בקונגרסור. עוד שוב מתהל מדיון. Elmegyünk az Egyesült Államokba, tehát nem egyszerű, mert nagyon sok pénzt nem isz fel. De megpróbáljunk neki segíteni. Megpróbáljunk a Helpaverre segíteni, amennyire képesek vagyunk. De ezek nem csak pénzügyi problémák. Tudál a cofim, enchem uzmanim lehemsek, sidurim vodaot, batara internet, szviva, tova. Köszönjük a nézőknek, és meghívjuk őket internetes oldalunkra, és továbbra a bejelentésekre. לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגשי היכרות עם חוכמת הקבלה. הקבלה וילגה, הקבלה בלצ'רטה, הקבלה לעם קומפוסו קיבנק מנקית. יום שלישי, השלושה... כאילו לנגש. חופשית לפרטים חייגו. לצקירה. 700, 509, 209. צ'יטות הקשת. נקודה.il מוניק הריסטקט. כנס קבלה לעם בצפון אמריקה. 19 עד 20... פלטרלש אבן הווילגבן, 2016 קבלה הווילג קונגרסוש, ניו ג'רזיבן, מייש 19-22. שישי פתוח, חברים מכל קבוצות ישראל... ריסטקט. בואו להשתתף בשיעור קבלה... אהולה פודקאסט קרשני, ניר פינטק.
Minden barátunkat hívjuk egy speciális leckére, és egy reggelire Rav Lightmannal 2 óra 45 perckor izraeli idő szerint Petah Tikvában. Köszönjük, és mindenkinek egy csodálatos napot! זה הזמן, זה הזמן, זה הזמן.